Az 1800-as évek elején fogott bele Festetics Antal a Dégi birtok fejlesztésébe és a kastély építésébe. Jó ízlését, igényességét és persze gazdagságát tükrözi, ahogyan a birtok központtá tett Dégi területet kezelte. A nyári rezidenciának használt épület tervezését Festetics Antal a pályája elején álló, de már nem ismeretlen Pollák Mihályra bízta. A Dégen felépült kastély építetője szándéka szerint kora legnagyobb és legkorszerűbb birtok központja kellett legyen. A Dégi Festetics kastély a magyar klasszicizmus egyik első építészeti alkotása, Pollák Mihály egyik első önálló műve. Ugyanakkor, hogyha a kastélyépítészetet tekintjük, akkor mindenképpen típusteremtő. 1802-ben már van arról forrás, hogy elkezdték a kastély felépítését. Ekkoriban még részben késő barokk, részben klasszicizáló késő barokk épületek épültek, tehát mindenképpen fontos volt az, hogy itt Dégen, az akkori Veszprém vármegye területén, a mai Fejér megyében egy olyan monumentális kompozíciójú épület kerül felépítésre, amely mind stílusát tekintve teljesen újszerűen hat, ugyanakkor egy modern épület gondolatiságát, tervezői koncepcióját tekintve is. Pollák Mihály nem csak a magyar építészet kiemelkedő alkotója, hanem az egyetemes klasszicizmusba is abszolút meghatározó. Ő rajta múlt az, hogy a magyar klasszicizmus gyakorlatilag majdnem túlszárnyalt az egyetemes klasszicizmust, mert nem volt jellemző rá az a merev akadémizmus, mint a németországi klasszicizmusra például. Amikor a Festetics család a Dégi süllyedékbe birtokot szerzett, akkor a vidék mocsaras pusztaság volt némi legeltető helyjel. A 19. század elején azonban olyan mértékű birtokfejlesztésbe kezdtek út- és vízrendezési munkákkal kapcsolatban, aminek következményeképp megalkották korának legnagyvonalúbb birtoketyüttesét, ami szépségben, eszmeiségben és korszerűségben is túlszárnyalta korának egyéb főúri rezidenciáit. Érdekes, hogy a Festetics kastélyt a kor leggazdagabb köznemese építette, Festetics Antal, hiszen csak a leszármazottai kaptak 1857-ben előbb osztrák grófi címet, majd 1874-ben magyar grófi rangot, azaz itt Dégen a kor legmodernebb színvonalán álló köznemesi kastély épült, még akkor is, hogyha ez egy olyan főnemesi méretű birtok tartozott, amely mind kazasza és holdjának a számát tekintve, mind pedig termőértékét tekintve kiemelkedő volt az országban. A természeti környezet és az épített örökség, ennek csodálatos összhangja 300 hektáron terül el, mondjuk ki, Magyarország legnagyobb angol parkjában található a Dégi Festetics kastély, összehasonlításképpen a New York-i Central Parknak pont ekkora a területe. A kastélynak, illetve a parkjának az elhelyezése, hiszen más kastélyok szempontjából is rendkívül fontos a kastélypark, de itt Dégen talán még inkább meghatározó, hiszen különböző látványtengelyek, sőt látványtengely rendszerek kerültek kialakításra a tájba komponálás során. Egy festői lankára helyezte el Pollák a Dégi kastélyt, és tulajdonképpen, ha csak azt tekintjük, hogy a postaút, amely Fehérvár felől érkezett, és 12 km hosszan vezetett rá a kastély főhomlozatára, az ott lévő kocsi felhajtóra, akkor elképzelhető, hogy ez a korban milyen élményt jelentett az akkori kor utazójának. Aztán persze ez a postaút, ez a kastély előtt idejekorán elkanyarodott, és kizárólag a grófi család, vagy akkor még csak nemesi család vendégei voltak azok, akik a kastélyt meg tudták közelíteni. A kastélyban vannak még barokkorra visszautaló elemek is, ilyen magában a kertben a nyíregyenesen haladó postaút, amely a portikuszra vezetett rá, illetve az épület még az U alakú kurdonőrös elrendezés követi, ugyanakkor a stíluselemek azok már vegytisztán klasszicisták, hiszen megjelenik az oszloprend, egy világosan tagolt, harmonikusan szerkesztett épületről van szó, és a barokkori arányrendszer megfordul a kastély fő és a hátsó homlozatának, a kerti homlozatának a nézeténél is, hiszen a barokk korban a megérkezés dramaturgiájára komponáltak rá nagyon sok olyan építészeti elemet,
amely egy-egy épületnek a feltárulását a vendégek szemszögéből be tudta mutatni. A barokk értékrend kint reked az épületbe, tehát a reprezentáció addig fontos, amíg a vendég megérkezik. A házban már nem türemkedik be, ott már abszolút a klasszicista értékrend nyert teret az alaprajzi kialakításba, a tömegek kialakításába. Egyértelmű, hogy a kertfelő portikusz az igazán az épületnek a fontosabb portikusza, mert a klasszicizmusban igazán a természet és az ember, tehát a magánszféra érdekesebb inkább, mint az érkező elkápráztatása. Két világháború között, amikor 1924-ben Feserit Sándor gróf megörökölte az épületet, egy belső átalakítást végeztetett rajta, illetve a külsőn is új díszítelemek kerültek elhelyezésre. Elkezdte ezt a helyszínt, ezt a 100 éves kastély, akkor 100 éves kastélyt felújítani. Sok itt benne a teremben is látható, sok neoklasszicista stukkó díszelemeket varázsolt a kastélyba, kiemelkedő a díszterem, a Sándor terem, de a kastély technikát is nagyon felújította, szóval volt egy légfűtésrendszer ebben a kastélyba, akkor a villany áramot, angol WC, folyóvíz a konyhákba, a fürdőszobákba. Szóval modernizálta ezt az épületet, amiben természetesen a park is beleesett. Feserit Sándor nem csak az épületet belül újította fel, hanem kívül és a parkot is. Kívül a homlokzaton jellegzetes lunettákkal látta el a kastélyt. De talán mögöttem a teraszos parkrész talán a legnagyobb beruházása volt, méghozzá indult egy mozaikos kőkerttel, amit mai nap sajnos már nem látunk, és utána a pergolás rész és a teniszpálya. Továbbiakban lett egy antik forrás és egy kőpadot hozott létre a kastély előtt. A gróf Feserit család 1944-ben a front közeledtével menekült el az épületből. Az ezt követő államosítás után előbb a Földművelési Minisztérium üdülője működött a kastély falai között, majd hosszú évekig menekült görög gyerekek otthona lett az épület, ezt követően pedig egy nevelő otthont helyeztek el falai között. A Dégi Festetics kastély a Festetics család egyik legnagyobb magyarországi birtoka volt. A Nemzeti Kastélyprogram keretében társaságunk a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Beruházásában nyeri vissza régi fényét. A kastély 1815-ös átadásától fogva 1944-ig folyamatosan lakott volt. A fejlesztés két ütemben zajlott a 21. században. Először a szerpentin tórendszer és az azt körülvevő természeti környezet, a hollandi ház, a 11 darab gyalogos híd és 3 kilométernyi sétaút került kialakításra, míg a Nemzeti Kastélyprogram keretében 2018 és 2021 között az épület teljes homlokzata, tetőszerkezete, belső reprezentatív terei újultak meg, és adják vissza a festeticsek birtokának egykori fényét. A Dégi kastélypark területén számos melléképület is áll, ilyen például a Kiskastély, hasonlóképpen a Narancsház, a Szivattyúház. Ami tájépítészeti szempontból különösen fontos, az a kertnek a tórendszere, vízrendszere, hiszen a felduzzasztott patak révén kialakításra került egy olyan tórendszer, amely egyedülálló az országban és Magyarország tájképi kertjeinél is. Az angol tájképi kertek esetében különösen fontos szerepet játszottak a kerti házak. Ilyen volt például a svájci ház vagy a hollandi ház. Utóbbi épült fel viszonylag későn 1891-ben, itt végén a Feserits kastély parkjában, a tó mesterséges szigetén, és egy híd vezetett be hozzá. Ez egy legenda is kötődik, amely szerint az egyik tüdőbeteg gróf kisasszony számára épült ez a holland stílusú ház, mégpedig azért, mert egy istállónak adott otthont a földszintjén, az emeleti szalonban pedig a grófnő tartózkodott, és a kor orvoslási szokásai szerint az ammóniagözt lélegezte be, amely állítólag jó hatással volt a tüdőbetegségekre. A Nemzeti Kastélyprogram keretében most rekonstrukcióra kerül mind az istálló, ez egykori helyén,
mind pedig az emeleti szalon különleges, speciális kiállítás kerül itt megnyitásra, amely részben bemutatja a kor orvoslási szokásait, részben pedig klasszikusan be tudjuk azt mutatni, hogy milyen típusú kerti építmények is gazdagítottak egykor egy tájképi kertet. Ez az angol park, Magyarország egyik első angol parkja, valószínűleg azért is, mert Festetics Antal a birtok alkotója a századfordulón vette el Splényi Amáliát, akinek a nagybátyja Orci László volt, aki országunk tényleg valójában első angol parkjának alkotója volt. Ekkor ugye még mindig a két korszak határán vagyunk, a barokk parkokat kortársak úgy ítélték meg, hogy kifárasztják a szemet és eltompítják egyéb érzékszerveinket. A klasszicizmussal viszont és a felvilágosodással az a megtisztulás elkezdődött, amikor új kertművészet is kialakult, a tájképi kert. A nemes egyszerűség és a csendes nagyság volt az az új ideológia, amivel ezeket a parkokat létrehozták, és a természet volt az, amit megpróbáltak megközelíteni. Hogy lehet a természet egyszerűségét a természetben elérni? Egy átlag látogatónak fogalma sincs egy angol parkba járva, hogy mi a parknak melyik része az eredetileg ott lévő természetes és ott teremtett természet, és mi az, ami alkotott, pláne, hogy az alkotott részének az ideológiája is az, hogy a természetre szeretne hasonlítani. Talán csak a tájépítészek tudják, hogy mennyi az emberi beavatkozás ezekbe a parkokban. Óriási változás állt be a kastélyprogrammal a kastély életében. Az elmúlt 100 évben biztos, hogy nem volt ekkora volumenű felújítás. Ki lehetett még hámozni, hogy mi volt az eredeti, ki lehetett hámozni, hogyha a javítás javításával avatkoztak bele, ahogy lekerültek a burkolatok és a takarások, mint a ruhák, fokozatosan kibontakozott az épület eredetisége, betegségeivel és gyengeségeivel együtt. Igyekeztünk maximális tisztelettel bánni az épülettel, és a lehető legkevesebb rombolással járó beavatkozásokat csak elvégezni rajta. Igyekeztünk megőrizni azt a kevés eredeti felületet, amit még esetleg a festeticsek lába koptatott. Ezek voltak igazodási pontjaink is. Ezek adják meg a hitelességét a kastélyoknak. Az új anyagokat is eszerint választottuk, ami elég különleges munka, mert az építőipari anyagválaszték az új épületekre van optimalizálva. Az építőipari gyakorlat pedig a tökéletességre steril, tökéletességre, illetve áltökéletességre törekszik. Nem csak a kulturális tartalmak, az épített örökség és a magyar történelmi családok, más szóval a magyar identitás tudat keresőinek és megismerőinek fontos ez a helyszín, hanem mindazoknak, akik ezt a csodás nyugalmat, ezt a fantasztikus angol parkot szeretnék magukénak tudni, akár csak egy látogatás ideje alatt is. A Dégi Festetics kastély csodálatos rendezvényhelyszín is, filmforgatásokra, esküvőkre, céges rendezvényekre kiváló választás. 2017-ben Jeremy Irons főszereplésével a Vörös Veréb című amerikai kémthrillert úgy, mint szintén a 2017-ben több felvételen itt készült Kincsem című filmet is itt forgatták. Dégi kastély a egyik különlegessége, érdekessége, hogy nem egyszerűen egy nemesi kastély, amelyik valamikor nyári kastély volt, azután állandó lakhelye lett a Festetics Antalnak és családjának, hanem egy ikonikus hely a magyar történelemben, mégpedig a magyarországi szabadkönyvességnek egyik pillérét adja. Éppen ebben rejlik a kastélynak a vonzereje is, Magyarországról és külföldről is zarándokolnak ide,
a szabadkőmesség története iránt érdeklődő látogatók, kutatók is adott esetben. Maguk a szabadkőműves páholyok és a nagypáholyok is később szellemi műhelyek, valójában férfiaknak a társaságai, akik zárt társaságként ültek össze, kezdetben fogadókban, kocsmákban is akár, és azzal mulatták az időt, ugye nem csak ivászattal, főleg nem azzal, hanem azzal, hogy híreket hoztak, vittek, koruknak a problémáiról gondolkoztak, meghányták, vetették a legfontosabb kérdéseket. Magyarországon is már a 18. század derekán létrejöttek szabadkönyves páholyok. Arisztokraták, köznemesek és értelmiségiek elsősorban azok, akik szabadkönyves páholyokba szerveződnek, odalépnek be. Az első magyar szabadkönyvesek Bécsben léptek be német nyelven beszélő páholyokba, de hazahozták Pestre és Budára, illetve Eperjesen alakult az első igazán magyar szabadkönyves páholy. Jó eredményeik, képességeik, teljesítéseik alapján különböző rangfokozatokat érhettek el. A János rendi szabadkönyvesek körében három ilyen fokozat volt, az inas, legény és mester fokozata. Festetics Antal is eléri a mesterfokot, és innen azért visszalépés nincsen, tehát joggal feltételezhetjük, hogy 1795 után ugye évekig nem, de amikor a kastélya elkészült, akkor itt tarthatott találkozókat, titkos, szabadkőműves összejöveteleket. Dégi kastélyt bemutató epizódunkban ezúttal rendhagyó módon az átadó ünnepségről is tudósítunk. Az újonnan felavatott impozáns épület méltó helyszínt biztosít a régió kulturális és turisztikai életének. Immár nem csak régi szépségét nyerte vissza, hanem falai között új szakmai közösségek is jöhetnek létre, valamint programok indulhatnak el. Csodálatos szerelem egy kapcsolatnak egy fázisa most lezárult, és most új élet kezdődik. Azt az inspirációt, amit mi próbáltunk megkeresni ebbe a kastélyba, próbáljuk átadni az embereknek, és csodálatos látni mosolygó arcokat, csillogó szemeket, elismerő szavakat hallani, mert ez volt a célunk, hogy más is átérezhessék azokat az érzéseket, amit mi itt megkerestünk, megtaláltunk és igyekeztünk bemutatni. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az épületek, így a Festetics kastély régen is otthonok voltak. Itt laktak emberek, és ezek az otthonokból most egy olyan koncepciót kellett találni, hogy saját magukat fent tudják tartani. Nyilván mi itt régen egy nagyon szép kiállítással készülünk, ahol részben be lesz mutatva a családtörténet, a magyar klasszicizmus, és amit itten végül is az emberek csináltak. És van egy nagyon szép kávézónk, és szóval próbáltuk ezt a turisztikai vonalat is kiépíteni Dégen, hogy illő legyünk ennek a mai korszaknak, és meg tudjunk felelni az igényeknek. Nagyon nehéz ezt megugrani, mert mégis egy otthonról próbálunk csinálni egy nyilvános látogatott épületet, ami nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Így a korszakkal is menni kell. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a látogató itt megérkezzen az egész családdal, és együtt töltsék az időt, és egy kastélyba érkezzenek. Vegyék föl azt az atmoszférát, ami itt régen volt. Dear audience,
Kedves közönség, elnézést kérek, hogy a családommal nem lehetünk jelen ezen a nagyon fontos kastély megnyitón. Hálás vagyok a hatóságoknak és mindenkinek, aki részt vett a felújításban. Remélem, a kastély továbbra is helyt ad a családom hagyatékának ezen a csodálatos vidéken. Minden érdeklődőnek élményekkel teli látogatást kívánok. Élvezzék a kastély adta lehetőségeket. Arrivederci, a presto! Én a műtárgyak restaurálásért vagyok itt igazából felelős, és a műtárgy környezet az, ami itt engem ebbe a kastélyba, igazából a főbb munkám, és hát az a nagyon szomorú, hogy sajnos az épületek üresen maradtak, szóval amikor itt gyerekotthon működött, akkor semmi nem maradt meg, elég sok könyvet sikerült, igazi eredeti könyvet, amik régen is itt voltak a kastélyban, ezeket visszakérni a kiállításra, ezek jelenleg lehet látni őket a könyvtárban, ez két helyről érkezett, Keszthelyi Helikon Múzeumból érkezett, és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából tudtuk ezeket visszakölcsönözni. Rengeteg helyszínen megmaradtak régi interjőrképek. Itt sajnos pont régen nem nagyon állt rendelkezésünkre ilyen interjőrkép, amiből ki tudtunk volna indulni, és amiből igazából könnyebben tudtuk volna magát a berendezést kitalálni. A kiáltáson lehet azt is látni, hogy nem ez a fő csapás irányít a kiáltásnak. Itt sok mindent próbál megmutatni, amit lehetett tudni a kastélyról, az itt élt családról. Azt próbálta a kurátorasszony utána menni, megkeresni és bemutatni. Először az ember járjon körbe a kastélyba, vegye föl ezt a klasszicizmusnak a stílusát, már egy kicsit az atmoszféráját is ennek az egész épületnek. Ugyanúgy, mint van a hollandi ház is. Nyilván oda is érdemes eljutni, de hogyha az ember ide érkezik, akkor van egy nagyon szép nyugalom. Ezt nyilván a természet is adja, szóval nagyon javaslom a látogatóknak, először szép nyugodtan járják körbe a kastélyt, nézzenek távoli tisztásokról vissza a kastélyra, és utána lépjenek be a kiállításunkba, és nagyon sok szeretettel várjuk őket. Óriási fejezetét zárjuk le a munkának, és nyitjuk meg egy újabbat. Természetesen nem elrugaszkodva a realitásoktól, de Magyarországon valóban az épített örökség, a kastélyok és várak, a kastélyokat és várakat felújító kormányzati szándék, ha úgy tetszik, egyfajta főhajtás, tiszteletadás és kárpótlása a múltnak, amit nem véletlenül próbáltak a kommunizmus időszakában elfelejteni, elzárni, tönkretenni, lezülleszteni, mert mind arra mutat vissza, hogy Magyarország hogyan tudott az európai mércével mérve is meghatározó középhatalmi státuszra szerteni az elmúlt évszázadokban. És milyen szerepe volt ebben a magyar arisztokráciának, aki ezt az épített örökséget az ország számtalan pontján ránk hagyta. Az a munka, ami 12 évvel ezelőtt megindult, és ma eljutott oda, hogy több tucatnyi felújított várról és kastélyról gondolkodhatunk, ez nem áll meg, ennek a munkának folytatódnia kell. Másrészt pedig el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy a felújított kastély és vár együttes hogyan miként lesz olyan tartalommal telítve, ami hozzáad ezekhez az értékekhez, tehát építészetileg megőrzi, megtartja és konzerválja a múltat abban a tekintetben, hogy nem tudunk mit hozzátenni ezekhez az épületekhez, csak fenn kell tartani a korábbi tervezéskori állapotot, viszont funkcionalitásban a mai kor kihívásainak kell ezt megfeleltetni. Látható módon az elkészült kastélyok azt igazolják, hogy a magyar örökségvédelmi szakma már képes arra, hogy méltó módon újítsa fel ezeket az ingatlanokat. Reméljük és azt ösztönözzük és támogatjuk minden kormányzati intézkedéssel, döntéssel, hogy az üzemeltetésben olyan példákat, amiket meg lehet tanulni a világ számtalan pontján, leginkább Nyugat-Európában vagy mondjuk a brit területeken, annak megfelelően, nemzetközi sztenderdeknek megfelelően lehessen ezeket működtetni, mert igenis megvan az igényes közössége annak, amit a ma létrehozott örökségvédelmi programok keretrendszerbe tudnának foglalni. Én nagyon remélem, hogy az a fellélegzés, ami minket ért akkor, amikor kész lett a kastély, azt mindenki más is át fogja érezni, és mindenki meg fogja találni azt a részét a kastélynak, ami őt érdekli, vagy a kiállításnak, és mindenki szeretni fogja, mert tulajdonképpen a műemléképületeknek és a helyreállításoknak az a célja,
hogy más perspektívából, máshogy megvilágítva örök igazságokat, a klasszicista igazságokat tudja mindenki átélni, maga az életébe értelmezni, illetve más dimenzióba helyezkedve a saját életét is máshogy értelmezni. Tulajdonképpen ez egy ilyen regeneratív dolog, nagyon különleges érzés azokat az érzéseket, amik 220 évvel ezelőtt az emberek itt átéltek a mi szűrőnkön keresztül engedni, és tanulságokat levonni belőle. Reméljük, hogy ezt sokan meg fogják tenni, és sokan látogatnak ide.